Duncsák Attila az ungvári és a kassai festői hagyományokból kiindulva európai rangú festőművésszé vált. Szögezték le budapesti kiállításán, azt is kiemelve, hogy még Jakobi Gyula bohóc világa a posztimpressionalistákhoz nyúlik vissza, Duncsák Attila expresszionista hevülete már egy Picasso utáni, az összetört reményeket sebzett figurák képében megjelenítő korszak maszkos élethaláltáncát viszi a vászorra. A kassaiak magukénak érzik Duncsákot, akiben Jasszus Antal és Jakobi Gyula követőjét látják. Nagyon sokat hozott, és én úgy veszem, mintha itt született volna. Utóbbi időben sokat vitatkozunk, hogy vannak-e még van igazi kassai polgárok. Hát itt van egy igazi kassai polgár, akárhol született, akármikor jött. És hát én még ilyen kiállítást megnyitott nem láttam az utóbbi időben, ahol ennyi ember lenne. Jó ember, nagyon szép dolgokat csinál. Az embernek örül a szíve, ha látja, és látja ezt a sok embert, és mindenkit boldoggá tesz. Talán azért, mert a reneszánsz szépséget képes korunk izgalmával ötvözni. Képeiben feszültség van, összetölt világunkat expresszív erővel teremti újjá. Mondjuk egy majdnem 44-ig azt érzem, hogy mi akik otthon vagyunk, mi ne nagyon ugráljunk, hanem csak be vagyunk szorítva bizonyos lehetőségek közé. Na és ez az emberre hat, és akkor belső szorongásod van. Tehát mindig figyelsz, hogy hát nehogy olyat csinálja, amivel már... Tehát még én vagyok udvarias azok iránt, akik engem mondjuk elnyomnak, meg általában a szüleinket, mindenkit. Tehát ez a visszafogódás, vagyis ez a visszahúzódás, ez benne volt a dolgaimban. Tehát mondhatni pesszimizmusnak is, de viszont ez olyan nagyon feszült dolgokat festettem, és a színekbe is, meg témába is, tehát, de igaz, nem lehetett elmondani egy az egybe, ez nem egy újságcikk. Práve používa tento kolážový princíp a v rámci tohto, ako aj sa snaží komunikovať s tou kompozíciou a uspravením toho obrazovej plochy, tak je jedinečný, pretože tie jeho farby hýria veľkým množstvom postav, veľkým množstvom dejov a simultánne my tam môžeme vidieť niekoľko príbehov, čiže on je veľký ako keby podávač príbehov. Asi v takomto zmysle ja vnímam jeho tvorbu. Apám egy ilyen elbeszélő ember volt. Ő minden kis témából tudott egy félórás előadást. Na de én például örököltem valamit tőle, de a szakmám annak az ellenkezője. Én csendbe állok egész életemben, és valamit csinálok, oda kell figyelni, hogy mit csinálok. Minden ecset vonásra, vagy gondolkodni, vagy bosszankodni, hogy nem sikerül valami. Tehát én itt be vagyok csukózva a szobámba, és akkor maximum a zenét hallgatom, az nekem jót tesz. A kassai lakótelepi lakás legfelső emeletén a gyerekszobából létesített műterem egyáltalán nem börtön. Immár 33 éve ide gyűrűznek be a nehéz múlt mellett a párizsi éjszakák, a velencei karneválok ihletet adó emlékei, a szirének énekei és minden más érintés emlék. Innen indította útjára a bolondok hajóját, Pisanello lepkéjét és még sok-sok más nagy festményét, mindezt ráadásul úgy, hogy figuralistaként tudott modern festő maradni. De ennek oka is van. Ha figura van benne, akkor a nézőt hamarabb tudod odavinni, ahol szeretnéd, hogy én mit gondoljon és hogy értse meg a képedet. Mint hogyha csak mondjuk én felépítem színekből, foltokból, meg szétmázolt részletekből. Számára persze a részletek, a színek is fontosak. Ha megnézed közelről, hogy az a szín hányféle színből áll, hányféle réteg van felvéve, hogy az egy átmenjen más matériába ez a felület, amit megfestettél, nem csak, hogy kikeversz egy színt, aztán lemeszeled azt a részt, hanem annak beszélni kell annak a részletnek. És pláne, hogyha sok ilyen részlet van. És össze kell állni úgy ezeknek a részleteknek, hogy a témáról beszéljen, amit el akarsz mondani. Duncsák Attila 75 évesen is alkotó ereje teljében van. Érzelemvilága naponta a festőállvány elé parancsolja, és arra készteti, hogy keresse a titkot, mert, amint azt egyszer elárulta, az állandó történésben kell lennie valamiféle tiszta derűnek, amely helyreállíthatja az állarcos földi káosz és a mitológiai rendezettség között megbomlott állapotot. Bevalljuk vagy sem, a lelkünk mélyén alig, ha nem mindannyian erre vágyunk.